André Jármak az elnöki hivatal vezetője irányításával kedden megtartotta első ülését a súlyos élelmiszerválsággal sújtott országok segélyezésére vonatkozó javaslatok előkészítésével foglalkozó munkacsoport, számolt be az elnöki hivatal sajtószolgálata. Az elnöki hivatalvezető a tanácskozáson hangsúlyozta. Ma Ukrajna az a fő erő, amely segít leküzdeni az ellene indított orosz agresszió által létrehozott élelmiszervilágválságot. Ez azt mutatja, hogy Ukrajna még ilyen szörnyű körülmények között is felelősen viselkedik. A munkacsoport mai ülésén körvonalazódtak az első tervek arra vonatkozóan, hogy miként láthatóak kell a leginkább rászoruló országok ukrán gabonával Humanitárius módon, emelte ki André Jármák. Egyben hozzátette, hogy Ukrajna igyekszik nemzetközi partnereket bevonni a kezdeményezés megvalósításába, és az erre vonatkozó konzultációk már megkezdődtek. Korábban a kormány humanitárius segélyként gabonát küldött Etiópiának és Szomáliának, valamint 50 ezer tonna búzát juttat az éhező afrikai országoknak. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium felszólította az iskolákat, hogy az oktatási folyamatot hangolják össze az áramszünetek ütemtervével, tette közzé az Oktatási Minisztérium sajtószolgálata. André Vitrenko az Oktatási Miniszter első helyettesek keddi sajtótájékoztatóján elmondta: A minisztérium azt tanácsolja a pedagógusoknak, hogy alakítsanak ki rugalmas ütemtervet az oktatási folyamat lebonyolítására, amely az oktatási intézmény áramszüneti ütemtervéhez igazodik. Jelenleg ez az egyetlen kiút. Az oktatási tárca vezetőjének első helyettese hangsúlyozta, hogy ugyanezek az ajánlások vonatkoznak a közoktatás más szintjeire is. Mint jelezte, a minisztérium különféle mechanizmusokon dolgozik, hogy a gyerekeknek lehetőségük legyen a referencia leckéket eszközeikre letölteniük az áramszünetek esetére. Szerhis Kárlet az oktatási és tudományos tárca vezetője, korábbi jelentése szerint közel 13 ezer ukrán iskolában indult el az oktatási folyamat. Az ukrán iskolások többsége jelenleg távoktatásban tanul. Vegyes oktatási formában 953 ezeren, jelenléti formában 847 ezeren tanulnak. Az ellenség folytatja a polgári infrastruktúra kifosztását és lerombolását az ideiglenesen megszállt területeken. A Kahovszkai erőmű egy zsákmányjal megrakodott teherautókonvoj áthaladását regisztrálták, közölte az ukrán fegyveres erők vezérkara. November 7-én háztartási gépekkel és építőanyagokkal megrakodott teherautók haladtak át a Kahovszkaja erőmű A megszállók egyben szétszerelik és elszállítják az ukrán Mobilszolgáltatók berendezéseit és tornyait, a herconi oleksissefkonánkó megyék szép művészeti múzeumból a megszállók minden művészeti értéket, bútort és berendezést elszállítottak. Kárpátalján hivatalosan is megkezdődött a fűtési szezon. Beüzemelték a szociális szféra intézményeit, az iskolákat, óvodákat, kórházakat és a közigazgatási hivatalok fűtési rendszerét. Megyénkben már közel tíz éve teljesen lemondtak a távfűtésről, és áttértek az autonóm fűtési rendszer alkalmazására. A 64 kis térség közül Arahói az, ahol főleg vegyes tüzelésű kazánok biztosítják a fűtést. Viktor Mikit a Kárpátalja kormányzója elmondta, mivel nehéz telet jósolnak Ukrajnában, ezért minden rászorulót elfognak fognak látni tűzifával. Amennyiben pedig szükség lesz rá, akkor akár más megyékkel is meg tudják majd osztani a tartalékokat. Ami a gázellátást illeti a kormányzó úgy fogalmazott, reméli nem lesznek fennakadások. Az áramellátás tekintetében szintén nehéz biztos előrejelzéseket mondani, de amennyiben áramkimaradásra kerül sor, akkor alternatív fűtési opciókat fognak alkalmazni, mint például generátorokat. Amennyiben kritikus helyzet alakulna ki, melegedő helyeket fognak létrehozni a megyében, viszont ezzel kapcsolatban még nem született döntés. Запас дров у нас уже сформований. Létrehoztunk egy tűzifa tartalékot. Számos szervezet, többek között jótékonyságiak is foglalkoznak a lakosság tűzifa ellátásával. Közéjük tartozik például a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is, amely mintegy 500 háztartást lát el tűzifával. Vannak a megyei költségvetésből működtetett alapítványok is, amelyek révén elsősorban a katona családokat fogjuk szükség esetén támogatni. Az erdészetekben tűzifa tartalékokat halmozunk fel, amit nem csak a mi, hanem más megyék támogatására fogunk felhasználni, amennyiben igény mutatkozik rá. Olyan régiókba fogjuk küldeni a tűzifa támogatást, ahol erre a legnagyobb szükség lesz. Megyénk lakosságának 90%-a gázzal főtt. A kormány mindent megtett annak érdekében, hogy elegendő mennyiségű gázt halmozzanak fel a tározókban. Ami az áramellátást illeti, mindannyian tudjuk, hogy milyen a jelenlegi helyzet az országban. Nem tudjuk előre megmondani és garantálni, hogy itt Kárpátalján minden nap lesz áram. Ugyanakkor bizonyos mértékben megyénk védve van. A fő feladat az, hogy minden itteni embernek biztosítjuk a megfelelő életkörülményeket. Előttem, mint a megye kormányzója előtt az a feladat áll, hogy tartalékokat hozzak létre arra az esetre, Amennyiben menekültek, újabb hullámát kellene befogadnunk. Erre mi készen állunk. Ami a melegedő helyeket illeti, itt azt látjuk, hogy Kievben már született ezzel kapcsolatos döntés. Kárpátalján erre egyenlőre még nincs szükség. Tehát mi igyekszünk minden lehetőséget számításba venni, és felkészülni az esetleges negatív következmények elhárítására.